Üdvözlök mindenkit, Necrokrim vagyok, jön egy újabb Warframe karakter, Banshee-re kerül a sor, és egyben az utolsó is végre. Na, mit tudunk Banshee-re? A Banshee-t kivenni a klánból lehet, és mindig csodálkozom, hogy miért rakták oda, vagy hogy értem, miért raktak klánba Warframe-eket, ezzel mindig csodálkozom, de gondolom azért motiválják az embereket arra, hogy építgessenek dojókat. Na, de lényeg, ami lényeg, hogy a klánból kivehetsz egy nagyon-nagyon jó kis Warframe-et, ha éppen lusta vagy farmolgatni egyet egy adott bolygón, mert cserébe egy nagyon jó szóló, illetve egy nagyon jó csapatjátékost itt kapsz. Azt hiszem, Banshee-nak a szerepe úgy változik, ahogy az update-ek és a frissítések jönnek be a Warframe-re. Attól függ, hogy hogy modolják, vagy éppen update-elik, vagy nerfelik, vagy buffolják a többi Warframe-et, úgy változik a Banshee szerepe. Vagy a játékosok elfelejtik használni, vagy a Banshee mániások változtatnak a build-en, szólósabb build-re, vagy éppen csapatjátékos build-re. Én őszinte leszek, jobban preferálom Banshee-nak a csapatban elért teljesítményét sem, mint a szólóban, habár mind a kettőben megfelelően helyt tud állni. Képességeire rátérve, első képesség a Sonic Boom, egy olyan első képesség, ahol lehet számítani, tehát lehet számítani erre a képességre későbbi hosszabb ideig tartó, vagy magasabb ellenfelek ellen is, mert ugye mit csinál ez? Gyakorlatilag ellöki egy 15 méteres range-el 50 méteren, ezt ha range-re kihúzod, akkor egy 15 méteres range-el és egy 50-es sebzéssel lesz, hogyha ez kihúzott területre, akkor egy széles területben és elég távolra is el tud lökni az ellenfeleket. Nagyon hasznos, hogyha el kell menekülni, hasznos, hogyha nagyon szorult a helyzet, így gyorsan körbefordulsz, ellökés, ezt mindenkit se elhúzol a fenébe, vagy felrobbantod őket. Teljesen mindegy, ezért is hasznos például egy Tonkor Banshee kezében. A probléma ott lesz, hogy például egy igazán magas szintű bomber vagy heavy gunner már nem fogja annyira megérezni, csak egy kicsit így megremegnek, úgyhogy őket mindig elsőnek célba kell venni, hogyha erre a képességre számítasz, már pedig lehet vele számolni ezzel a képességgel, hogyha egy kicsit magasabb szintű ellenfelek ellen is mész. A második képesség nagyon hasznos csapatszinten és egyéni szinten is természetesen. Úgy hívják, hogy szonár, elereszt egy szonárt, ami végigmegy az ellenfelek és belőli a gyenge pontokat. 30 másodpercig tart, a Warframe idejében ez nagyon hosszú idő, egy 35 méteres range-en, úgyhogy érdemes adni neki egy kis range, hogy minél szélesebb körben aktivizálódjon, és gyakorlatilag bejelöli az ellenfeleken a gyenge pontot, ezáltal könnyedén ki lehet iktatni őket, de tényleg könnyedén ki lehet iktatni őket. Van hozzá egy augment mód, aminek őszintén szóval nem tudom, hogy érzékelni igazán lehet-e a hatását, vagy nem lehet-e, de az az igazság, hogy elég ügyesnek kell lenni, hogy igazán kihasználd ezt a modot. Ez azt csinálja, hogy ha megölsz valamilyen ellenfelet a gyenge pontján, amit a szonár kijelölt, akkor egy újabb szonárt generál, ami ugyanannyi ideig fog tartani, mint az eredeti szonár. Szóval gyakorlatilag szonáról lehet menni, hogy amíg ügyes, hogy én kipróbáltam ezt a modot, néhol érzékeltem ott, és hát néhol nem, tömi valószínű azért, mert mellé lőttem. Minél sűrűbb lett az akció, annál inkább lőttem mindenhova, ahol értem semmit, hogy mindig precízen a gyenge pontot találjam el, és öljem meg az ellenfelet, úgyhogy gyakorlatilag nem lenne egy rossz mód, mikor pánik helyzet van, és sokkal jönnek pont, akkor mindent csinál, csak nem azt lövöd. Viszont egy olyan képesség, amire lehet számítani minden szinten, és hogyha szólóra van húzva, akkor szinte kötelező számítani erre a képességre, hogy minél gyakrabban, minél többször lőd el, és el tudod lőni mindig, tehát nem kell megvárni ahhoz, hogy lejárjon az ideje ahhoz, hogy újra el tud kapcsolni. A harmadik képessége az, amire megint csak lehet számítani a solo buildnél, és szinte kötelező is használni, ez a Silence, és egy 20 méteren 25 másodpercig. Na most az a jó dolog ebbe, hogy ugye körbeveszi Banshee-t egy ilyen, nevezük csöndnek, és ebbe a csöndbe gyakorlatilag belehűlnek az ellenfelek, tehát gyakorlatilag nem fognak tudni reagálni, azt látni is fogjátok, ahogy közeledik az ellenfelek elé, így megremegnek, összerogynak, de egy rövid időn belül rögtön újra elkezdenek lőni rád. Egy nagyon hasznos képesség az igazság,
Mert védi a hátadat, egyrészt aki a hátad mögött vagy belesétál ebbe a Silence-be, akkor gyakorlatilag így megremegsz, vagy egy ideig nem fog rád lőni, amíg te elintézed a szembelevőket, és ami még fontosabb, megállnak egy helybe. És ez nagyon fontos dolog, szóval együtt kombinálva a sonárral és a Silence együtt kombinálva a sonárral, az egy halálos kombó, mert ugye a Silence megállítja őket egy helybe, így megremeg, addig van időd lelőni őket a gyenge pontjukon, és nem kell nagyon ijeszkedés. De, mint mondtam, hasznos, nagyon hasznos, de nem olyan hosszú ideig zavarja meg az ellenfelet. Szóval így megremegnek, ha elég gyors vagy, akkor lelövöd, mert pedig leszel elég gyors, de hogyha már 500-an vannak melletted, akkor nincs idő mindenkit lelőni, és akkor helyre jönnek egy idő után, és gyakorlatilag újra lőni kezdenek, de akkor is ez, meg a másik képesség az, amire lehet számítani egy szóló küldetésekkel. Na most, az ultimate képessége az csapat szintű kényelem a Banshee-nál. Hihetetlenül jó képesség és nagyon erős képesség, azt kell mondjam, tehát így konkrétan hadseregeket tud fenntartani a Banshee, és ezért mondtam, hogy ez a Sandquake szerepe úgy változik éppen, ahogy változtatják a játékot talán. Ez az a képesség. Amíg például volt a Greedy Pullos meg, addig voltam én is a Survivor Mission, a Necros, Greedy Pullos meg, a Banshee-vel voltam én, és volt egy Loki. Elég érdekes koncepció, ugye, hát a Banshee-vel más nem csináltam, csak feltartottam az ellenfeleket. A Meg az a kettes képességével leölte a shieldet, akiről le lehetett, a Necros farmot, a Loki pedig befejezte, amit a Meg nem tudott befejezni, és összegyűjtötte amit meg esetleg nem húzott be a távolság miatt. Ezzel a kombóval hihetetlenül sokáig lehetett elmenni. Egy baj volt ugye, hogy néha bebuggolt az energia felszedés a Greedy Pool-nál, és nem jutott energia a Banshee-nek, és amikor nem jutott energia a Banshee-nek, akkor döbbentünk rá, hogy a Banshee milyen hadsereget tud feltartani. Mert egy pillanat alatt elárasztottak minket a magad, egy pillanat alatt, és a Banshee hihetetlenül mértékű ellenfelet tudott felfogni, elképesztően sokat, és nincs határa gyakorlatilag annak, amit fel tud fogni, és nem kell hozzá erőt, szóval igazából rakasz be erőt, és szépen lassan öli őket is, miközben feltartja, gyakorlatilag a bomber lőni sem tud, mert nem tudja megfogni a fegyverét a kezébe, és mindegy milyen szintű fel fogja őket tartani. Néha-néha betalál egy golyó, de ez nem olyan vészes, úgyhogy egy szobába voltunk elrejtve, a Loki kívül mászkált láthatatlanba, Banshee feltartott mindenkit, megölt, aki tudott, Loki befejezte, aki tudott, a Necros farmolt, és happység volt. És nagyon jó emiatt az ultimate képessége, szóval egy igazán kiváló karakter, de az, az igazság, hogy úgy jöttem észre, hogy a játékosok akkor kezdenek hozzányúlni, hogy már magabiztosabbak, főleg a mozgáskultúrával a játéknak, mert aktívnak kell lenni vele, oda kell figyelni, mert nem az a halhatatlan fajta például, mint egy Valkyr, hogy elkapcsolja az ultiát, és akkor nem lehet megsebezni. Oda kell figyelni vele, kell az a jó lövőfegyver, kell az a jó kart, hogyha netán még szorultabb helyzetbe kerülünk, de inkább az a lövősebb karakter sem, mint az a kardozósabb, és jó vele egy kicsit távolabbról szemlélni a csatát, hogyha szólóra húzod. Na! Ennyi lett volna röviden a Banshee, most akkor jöjjön a modolása. Nos, Banshee buildjét tekintve csináltam egy kicsit szólósabb és egy kicsit csapatjátékosabb buildet, mert úgy mondtam a videóban is, egy kicsit olyan a Banshee, hogy hát attól függ, milyen frissítés jön be, és hogy nörfölik, vagy éppen buffolják az adott többi karaktert, úgy mennek hozzá vissza a játékosok, vagy felejtik el, vagy éppen használják a szólósabb részét neki, mivel a jó szólós karakter is tud lenni. Szóval ez a build az inkább időre ment, amit láthatjátok, kicsi 200%-os időre. Szóval van egy Continuity, Redirection, Narrow-minded Flow, Streamline, Overextended, Quick Thinking és Intensify Steel Charge-al a tetejében, és gyakorlatilag simásan is buildelve az idejére. Nem mondom azt, hogy végtelenségig bírja ki, de hogyha elég aktív vagy, és elég agil és játék közben, akkor elég jól lehet bírni, főleg, hogyha van egy jó fegyvered. Amit én jobban kedveltem mindig is a Banshee-nál, az a csapatjáték része, ahol egy kicsit többet építünk az ultira, hogy azért öljön is, hogyha kell. De, mint tudjátok, és mondtam, hogy az ulti hadseregeket képes feltartani, amíg van energiája, a Banshee az
nagyon meg tudja könnyíteni a csapattársak életét az ultimate képességével. És ugye az ultimate képességéhez nincs idő, úgyhogy semmi más nem csináltam, csak ránöveltem területre, effektivitásra és erőre, hogy az ultimate öljön is legalábbis addig a bizonyos középszintig azért. Feltartja az ellenfelet, öli lassan az ellenfelet, szóval nagyon-nagyon hasznos, jobban szerette Banshee-nál ezt. Csak mondom, ahogy változik a játék, úgy változik a Banshee szerepe, és amíg volt a greedy pullos, meg addig a Banshee volt a királynő, azt kell, hogy mondjam, amíg a meg tudta neki húzni az energiát, bármeddig ki lehetett vele bírni például egy Survivor-on kempelősen, szóval. Nagyon jó Warframe, azt kell mondjam, és érdemes adni neki egy esélyt, érdemes kipróbálni, mert a képességei jók, és ki lehet buildeni így is, és úgy is, szóval. Transistent Fortitude, Redirection, Bleeding Expertise, Flow, Intensify, Streamline, Blind Rage, Overextended. Semmi olyan mod nincs benne, amit igazából ne lehetne manapság könnyedén, viszonylag könnyedén megszerezni. Steel Charge még mindig a toppon, mert hogy miért ne. Köszönöm a figyelmet, ennyi lett volna, sziasztok!